Mire jó, ha az embernek van egy nagy halom gyűjteménye döglött hangyákból? Nos, például ki lehet őket preparálni? Vagy elképesztő fotókat lehet készíteni róluk? Vannak itt elpusztult hangyák kémcsövekben, alkoholban, de még ecetben is. Ezt a királynőt majdnem 5 évvel ezelőtt raktam el, majd jó lesz valamire alapon, most pedig elérkezett az idő, hogy befotózzuk. Akkoriban még nem értettem ennyire a hangyákhoz, azt se tudtam, milyen faj lehet, a fotós tudásom alapján pedig akár krumplival is fotózhattam volna, de azóta már rengeteget fejlődtem én is, és a technikai hátterem is. Lássuk, mit hozunk ki belőle. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, itt a vissza nem térő lehetőség. A videó alatt kattints a feliratkozás gombra, és kapcsold be a csengő ikont is, hogy később is értesülj majd a legújabb videóinkról. Az ilyen technikai videók mellett folyamatosan készítünk természetbe járós, hangyakeresős és hangyakolónia nevelős videókat is, érdekesebbnél érdekesebb helyeken és fajokkal, és biztos vagyok benne, hogy te sem szeretnél ezekről lemaradni, úgyhogy kattint a gombra. És most vissza a stúdióba. Mivel ez a hangyatetem évekig hevert egy kémcsőben kiszáradva, először is egy ecetes oldatban fel kellett puhítsam, hogy újra dolgozni tudjunk vele. Erről a példányról nagy felbontású fotókat szeretnék készíteni, ezért el kell mozgatnom a lábait, hogy ne legyenek útban. Ezután ráragasztom egy tűre, amivel könnyebben tudjuk majd mozgatni a fotózáshoz. A hangyánk elképesztően kicsi, úgyhogy az ilyen precíz műveletekhez az embernek minden idegszálát meg kell feszíteni, hogy ne hibázzon közben. Miután megszáradt és rákerült az állványra, óvatosan meg is tudjuk mérni. Nem vagyok az a kézremegős fajta, de ilyen kicsi nézőpontból nagyon vicces látni, hogy milyen nagynak és ügyetlennek hat minden aprólékos mozgásom. A királynő testhossza 6 mm körül van. Fontos, hogy minden testrész jól álljon, ezért egy kicsi tűvel tudom beállítani a fotózáshoz. Egyes fajoknál nagyon fontos határozó jegy a potrok nyél formája, ezen a példányon viszont, csak hogy még egyszerűbb legyen, ezt összekente a ragasztó, úgyhogy el kell távolítani róla valahogyan. A ragasztót. Egy hangya egyik testrészéről. Jöhetnek tehát az oldószerek és az őrültebbnél őrültebb megoldási ötletek. No, God, please, no! No! A digitális hangyákkal már sokkal jobban szeretek dolgozni, mint az igaziakkal, itt a varázsolgatás már sokkal kevésbé stresszes feladat. Persze velük is precíznek kell lenni, de ilyenkor legalább már több esélyünk is van. A kézképek magukért beszélnek. Jól látszik a fényes, erősen szőrözött arc, a rágók, és bár több fotósorozatból, de végül sikerült a letisztított nyélpikkelyről is egy nagyszerű fotót készíteni. A döglött hangyánkról kiderült, hogy egy Lasius fuliginosus királynő, és mivel még a megtalálás helyére is emlékszem nagyjából, fel tudom rakni közösségi adatgyűjtő oldalakra, így mások is láthatják a fotókat és a találati helyszínt világszerte. Ez bizony a jövő, ma már nem magunknak tartjuk meg az információkat, mint azelőtt, hanem megosztjuk egymással, hogy együtt még pontosabb képet kaphassunk a különböző fajok élőhelyeiről, gyakoriságáról és elterjedéséről. Plusz még a mesterséges intelligenciát is tanítjuk, de erről majd máskor mesélek. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, ne felejtsd el kedvelni, írd meg a véleményed, és nem győzöm hangsúlyozni ezt a bizonyos feliratkozás gombot. Találkozunk legközelebb!